Köszöntöm Önöket itt a Hagyma Fesztivál vállalkozói szigetén. Mint ahogyan azt már az elmúlt másfél-két napban megszokhatták, ezen a pódiumon én a helyi vállalkozások tulajdonosaival, ügyvezetőivel beszélgetek egy picit méghozzá arról, hogy honnan is indult, hogyan is indult el az ő vállalkozásuk, és egy picit bemutatják ezeket a cégeket számunkra. A mai napon azonban, mivel hogy szorosan összefügg gyakorlatilag a szakma oktatása azzal, hogy aztán ezeknél a vállalkozásoknál megfelelő szakemberek dolgozzanak, így a mai napon a városban lévő kettő iskolának az igazgatóját is itt fogom köszönteni, méghozzá annak a kettő iskolának, ahol szakmákat oktatnak. Az első vendégem Horváth Zoltán, a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a televízió nézőket és a itt jelenlévőket. Igazgató úr, mindjárt ki is térnék arra, hogyha jól tudom, van egy teljesen új szakma a láthatáron, mely egy kis szerencsével beléphet a makói kuriózumok közé. Melyik az? Igen, én 2017-ben kaptam felkérést a Magyar Nemzeti Agrárkamarától, hogy elkészítsem a precíziós agrárinformatikai technikus szakma központi program tervezetét, melyet el is készítettem, le is adtam, és most várunk arra, hogy ez bevezetésre kerüljön. Hogy az Agrárkamara és az Agrárminisztérium teljes egyetértésében, hiszen azt látjuk, hogy az agrárium egy óriási ugrás előtt, kiugrás előtt áll, és tulajdonképpen ez a jövő az az alkalmazott informatikáé lesz, nem az a önálló informatika, amit eddig is mi képeztünk a Galamb iskolában, hanem olyan informatikai szakmák, amelyek mellé egy másik szakma társul, a fő szakma, itt nálunk ez az agrárium lesz, és így áll össze majd ez az agrárinformatikus, ez a precíziós agrárinformatikus szakma. Hogyan lehet elképzelni egyébként az informatikának a helyét az agráriumban? Egy picit a laikusok számára be lehet-e ezt mutatni? Hát tulajdonképpen itt két kulcsszó van, az egyik a precíziós, a másik pedig az agrár informatikus. A precíziós azt jelenti, hogy különböző megoldásokkal, alkalmazásokkal, informatikai technológiákkal minél jobb minőségű terméket próbálunk meg előállítani. Én ezt úgy szoktam magyarázni, hogy az földterület adott. A földterületet nem lehet megnyújtani, a földterületen viszont egyre több élelmiszert és egyre jobb minőségben kell majd, hogy előállítsunk. Ezt ezekkel a technológiákkal, amelyeket most alkalmazunk, nem nagyon lehet megtenni. Választanunk kell, vagy jó minőségű élelmiszert állítunk elő, vagy nagy tömegben állítjuk elő az élelmiszereket. Hogyha precíziós technológiákat alkalmazzuk, és most itt kizárólag csak a szántóföldi gazdálkodásra gondoltunk, akkor ezek a technológiának köszönhetően akár 30-40%-kal nagyobb termésátlagokat és minőségben is jobb termékeket tudunk előállítani. Ehhez kellenek azok az informatikusok, akik ezeket az eszközöket, a mérnökök által megtervezett eszközöket beállítják, karbantartják, kezelik, betanítják a kezelését nekik, úgynevezett középfokú láb, mi ezt így szoktuk hívni ennek a agrárinformatikai oktatásnak. De hogyha az eddigiek alapján is, amit elmondott róla, úgy gondolom, hogy ehhez azért eléggé felkészült pedagógusokra van szükség. Tehát, hogy kicsit nyersebben fogalmazva, nyilván nem mindegy, hogy ezt a nagyon komoly szakmát ki fogja megtanítani majd a diákoknak. És hát hogyan? Ez természetes dolog, hiszen hogyha egy technológiaváltás előtt áll a mezőgazdaság, akkor szakmai tanároknak is föl kell készülni, erre követni kell. Úgyhogy nem elég, hogy ezt a központi program tervezetet megírtam és benyújtottam, hanem pályáztunk egy Erasmus program keretében, ahol az Edinburgh-i Egyetemmel, ez a Skócia Nemzeti Agrár Egyeteme, Macedón Nemzeti Agrár Vállalkozásokkal, Csehország vezető agrárinformatikai vállalkozásával, illetve a Gödöllői Agrárkutatóval és egy IT Study nevű informatikai céggel együtt, arra, hogy mi fölkészítsük a mezőgazdaságban oktató szaktanárokat, gépészeket, kertészeket, dísznövénykertészeket, állattenyésztőket, hogy majd tudják oktatni ezt az új szakmát, illetve a meglévő szakmákba bele tudják emelni ezeket a új technológiákat, és új oktatási megoldásokkal tudják ezt átadni a diákok számára. Itt az a jó, az a szerencse, hogy ennek mi vagyunk a központja, tehát mi vagyunk a konzorcium vezetők, és hát körülbelül pont egy év múlva, lehet, hogy éppen a Hagyma Fesztiválon kerül zárásra majd ez a pályázat, ahol az első pilot program keretében végzett pedagógusok átvehetik a diplomáikat.
ennek a programnak volt-e már esetleg olyan pontja, amikor itt Makón gyűltek össze, volt-e ilyen rendezvényük, vagy bármi, vagy esetleg ezt úgy lehet elképzelni, hogy úgymond távkapcsolattartásban, vagy az itteni pedagógusok azok, akik utaznak ki a különböző országokba? Hát egyelőre mi utaztunk, Gödöllön indítottuk a programot, utána Csehországban volt egy találkozó, hamarosan Macedóniában kerül sor egy találkozóra, és utána átjövünk Makóra központba, és a kipróbált és levizsgázott programot a levizsgázott tanárokkal együtt itt fogjuk majd zárni. Ezen kívül azonban azt is el kell mondani, hogy a magyar mezőgazdaság egy nagyon fontos paradigmaváltás előtt áll, hiszen egyre több embert kell ellátni egyre jobb minőségű élelmiszerrel, hogyha lehet így fogalmazni az országban. Hogyan áll az ehhez szükséges kutatásokban a Galamb József iskola? Igen, tehát az előbb beszéltem arról, hogy a magyar mezőgazdaság, úgy mint a világ mezőgazdasági ágazata, az egy szemléletváltás előtt áll, és a szemléletváltást fogja követni majd a technológiai fejlődés, amelynek következtében ugye az a klasszikus értelemben vett informatikus képzés megszűnik, és alkalmazott informatikusokat kell képeznünk minden területen, ahol a fő szakma mellé tanulják meg azokat a képzési részeket, amelyeket utána alkalmaznak, ugye itt az agrárinformatikáról beszélünk. És azt kell elmondani, hogy itt Makó és környékén tulajdonképpen Európa legjobb termőföldjeivel rendelkezünk, 22 000 hektár föld áll rendelkezésünkre. Ha csak egy egyszerű számítást végzünk 22 000 hektáron, a most a legmodernebb technológia segítségével egy mezőgépész egy év alatt közel 100 hektár területet tud megművelni, akkor ezt kiszámolhatjuk, hogy 220 mezőgépészre van szükség. Nyilván ez egy nagyon egyszerű és nagyon lebutított számítás, de azt látjuk, hogy a 80-as években, akik elkezdtek dolgozni a mezőgépészetben, azok az agronómusok, akik fölépítették akkor a mezőgazdaságot, azok most mennek nyugdíjba, tehát ők mindenképpen pótolni kell. Ennek következtében fordulhat elő az is például, hogy az iskolában végzett diákok után 10 karommal kapnak, 350-400 ezer forintos bruttó kezdő fizetéssel kezdik el a traktorosok a munkát, de ezek már nem azok a traktorosok, amik a régi MTZ-50-eseken dolgoztak, hanem itt bizony 120-140 milliós gépeket kell működtetni, karbantartani, odafigyelni minden egyes mozdulatra. És tulajdonképpen ez a, megint csak a mezőgazdaság növénytermesztési ágából húztuk ki azt a paradigmaváltást, de azért nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy itt az állattenyésztésben, a kertészetben is folyamatos változás előtt állunk, illetve szerintem már benne is vagyunk elég erősen. Mit lehet elmondani egyébként azon kívül, hogy az iskola mit tesz meg annak érdekében, hogy gyakorlatilag jól vegyék ezt a változást, akár a pedagógusok, akár a szakmát tanulók. Ezen kívül mit lehet elmondani erről, mekkora keletje van most mezőgazdaságot tanulni? Tehát hogyan tapasztalják, mennyien jelentkeznek a diákok, mennyire érdeklődnek a mezőgazdaság után? Én azt látom, hogy az elmúlt években egyre elkötelezettebb diákok jönnek hozzánk. Sajnos ezt el kell mondjam, hogy Makóról nagyon kevesen, például a 9. szakgimnázium osztályunkban 2 darab makói van, az összes többi 4 különböző megyéből, Csongrád megyéből, Békés, Bács-Kiskun és Szolnok megyéből érkezett hozzánk. Ők viszont már nagyrészt vállalkozásokban, saját vállalkozásokban szülők dolgoznak, és ők szeretnének oda visszatérni, illetve egyre többen jönnek hozzánk olyanok, akik szeretnének mérnökként tovább tanulni, kertészmérnökként, dísznövénykertészként, mérnökként, illetve mezőgazdasági gépészmérnökként, sőt, mezőgazdasági mérnökként is. Akkor itt végig soroltam az összes elképzelést, amit mostanában hallottam a diákoktól. Nagyon remélem, hogy ez Makón is, ahol, mint említettem, Európa és az ország legjobb termőföldjei vannak, majd népszerűsödni fog, én bízom benne. Azt látom, hogy a diákok létszám, akik konkrétan mezőgazdaságot akarnak tanulni, az növekszik, az elköteleződés növekszik. Ennek következtében az iskolának az átlaga nő, az iskolában a lemorzsolódás csökken folyamatosan, és tulajdonképpen egy egész fiatal tanári gárdával tudjuk levezényelni ezt az átalakulást, amit 2013 óta az iskolánk átél. Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi a helyzet a pedagógusok frontján. Van-e elég számú, megfelelően felkészült és szakképzett pedagógus ehhez? Hogyan tapasztalják?
Hát most ugye itt van ez a pedagógus képző program, amit elindítottunk, úgyhogy lesz, de nekem szerencsém volt az idén, 5 pedagógust kerestünk, és mind az 5 álláshelyet be tudtuk tölteni. Egyébként Szegedről is érkeztek úgy pedagógusok, akik azért választottak bennünket, mert hallották, hogy az egy jó iskola, és szeretnének részesei lenni ennek a fejlődésnek, amin mi átmegyünk, szeretnének nálunk dolgozni. Gépészmérnökök, matematika tanárok is érkeztek hozzánk az angol és egyéb tanárok mellett. Én úgy gondolom, hogy a diák létszám változásával, növekedésével, a diákok elkötelezettségének növekedésével megoldódik a pedagógus probléma is, tehát nem lesz ilyen irányú problémánk az iskolában. Igazgató úr, egy utolsó kérdésem lenne még, ez lehet, hogy egy picikét általános kérdés, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenkit érdekelhet. Nyilván már csak abból kifolyólag is, mert ugye említette, hogy Makón és környékén helyezkednek el az ország legjobb termőföldjei, de azt hiszem, hogy ezt úgy globálisan Magyarországról is elmondhatjuk, hogy azért Európán belül nekünk kiváló termőföldjeink vannak itt az országban. Hogyan áll napjainkban a mezőgazdaság helyzete? Önök ezt hogyan tapasztalják? Ez egy érdekes kérdés, nagyon összetett kérdés. Lehet, hogy inkább én összevetném azzal, mondjuk, hogy a Galamb József iskolának a fejlődése és változása hogyan ment végbe, mert én úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági fejlődés és változás is ehhez köthető, hiszen volt itt 10 évvel, 20 évvel ezelőtt egy rendszerváltás, amikor az iskolában lévő, illetve az iskola környékén lévő cégeknél ezek a tanműhelyek bezártak, megszűntek. Nagyon sok száz, sőt ezer munkanélküli keletkezett Makón, akik tulajdonképpen nem tudtak mit csinálni. A vállalkozások, ipari cégek bezártak, megszűntek. Ezek az emberek közül nagyon-nagyon sokan a mezőgazdaságban találtak boldogulást, illetve elköltöztek a városból. Ugye az akkori 30 ezerről most már 23 ezeren vagyunk. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan lecke volt sok ember számára, ami megmutatta, hogy a mezőgazdaságban mindig lesz munka, a mezőgazdaságban mindig tudnak boldogulni. Senki nem mondja, hogy ez egy könnyű munka, senki nem mondja, hogy könnyű boldogulni, de aki ezt komolyan veszi, mint nálunk a diákoknak egyre nagyobb része, az boldogulni fog tudni. Másik dolog az, hogy ha már 23 ezeren vagyunk, akkor el kell gondolkoznunk azokon a dolgokon, hogy vajon minek képezzük a diákjainkat, minek tanítsuk a gyerekeket Makón, mert nem biztos, hogy jó az, hogyha olyan szakmákban képezünk, ahol nem tudnak elhelyezkedni, és el kell nekik költözni ahhoz, hogy esetleg átképzésen vegyenek részt, mert vagy máshol találjanak boldogulást, máshol találjanak maguknak szakmát, illetve máshol alapítsanak családot. A hozzánk járó diákokra ez nem jellemző. Más ország, más városokból, más településekről jövő diákokat is hiába próbálom csábítani, hiszen Makón nagyon-nagyon sok mezőgazdást keresnek, nem hajlandóak, nem vállalnak itt munkát, hazaköltöznek, visszamennek azokra a kis településekre, amelyikekről jöttek. Ez egy nagyon fontos dolog, és örülök neki, hogy én például személy szerint benne lehetek egy programban, az Okos Falu programnak az előkészítésében, ahol ezekkel a vidék helyben tartó képességével is foglalkozunk, ahol végig kell gondolnunk azokat a lehetőségeket, hogy milyen szakmák azok, amelyek viszik egy falu életét, melyek azok, amelyekről élhető lesz egy település, és vissza szeretnének költözni a diákok. Most előzetesen én azt láttam, hogy 80%-ban a mezőgazdasági agrármunkák, és ezért gondolom, hogy végig kell gondolnunk azokat, hogy milyen szakmákat oktatunk a diákjaink számára. Igazgató úr, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.